jövőbeni előremutató együttműködésbe azt is ígérhetjük, hogy mi ezt a kommunikációt folytatjuk. Jelentősen bővülnek a buszjáratok Szekszárdon október 7-e hétfőtől. A járatokat nagymértékben legutóbb 2023. augusztusában módosította az önkormányzat, akkor éppen menetritkítást hajtottak végre, és 200 millió forintban maximalizálták azt a támogatási összeget, amelyet a Valánbusz ZRT részére szánnak biztosítani. Ezt követően folyamatos kommunikáció indult el a felek között, figyelembe vették a szekszárdiak és a különböző nagyobb cégek visszajelzéseit, ennek eredménye a mostani bővítés. Ez úgy gondolom egy útnak egy nagyon fontos állomása lesz, ugyanis ennek a újra beinduló kommunikációnak köszönhetően ezentúl rendszeresen felül fogjuk vizsgálni szakemberek révén, folyamatosan értékelni fogjuk a járatok helyességét, a menetrendnek a racionalizálását. A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a szolgáltatást a város saját költségvetéséből üzemelteti. Nagyon feszes az a határ, ameddig az önkormányzat még úgymond a költségvetésében hely tud állni egy ilyen szolgáltatásnak. Ezzel mindösszesen annyit szerettünk volna csak elmondani, hogy felelősséget érzünk minden szekszárdi lakos és polgár biztonságos és kényelmes közlekedése iránt. Ez is úgy gondolom egy valamennyi, az ország valamennyi városában egy olyan szolgáltatás, amelyet egy önkormányzat a költségeihez képest próbál ha maximálisan nyújtani, de mindig azért legyen ott a fejekben, hogy sajnos nincs semmi ingyen, tehát ennek a költség részét is kérem vegyék figyelembe a szekszárdi lakosok. A menetrend könyvet várhatóan október 4-e péntektől lehet megvásárolni. A sajtótájékoztatón szó esett az online jegyvásárlásról is. Úgy fogalmaznék, vagy úgy mondanám, hogy a mai világban a piacon rengeteg mindent lehet megvenni online, akár a ruházati termékektől bármilyen szolgáltatásokig. Ez is egy szolgáltatás, és gyakorlatilag a társaságunk nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy online árulja a szolgáltatásának. Az új menetrenddel egész városrészek kerülnek vissza a helyi közlekedésbe, érintett például a Munkácsi utca, a Holob utca vagy a Szövetség utca területe. Emellett az átkertekbe Csötönyívő, hogy Baranya volt korábbi, hogy ezeken a részeken a jelenlegi járatpárak gyakorlatilag megnövekednek, tehát eddig 4 járatpár közlekedett be, ezután 6 fog beközlekedni. Továbbá jelentős változás a Bor utca, mindenképpen el kell mondani ott a helyközi közlekedés, tehát a Siogárd felől, illetve a Siogárd felé érkező, induló járatok fognak beközlekedni a Bor utcába. A bővítések részletes és teljes listája a Valánbusz ZRT honlapján érhető el.